Köszöntöm a Zsolca TV nézőit! Adásunkat a UPC Felső Zsolca és Ongai kábelhálózatán követhetik nyomon. A Közelkép című magazinműsorunkban beszámolunk a város képviselőtestületének decemberi üléséről és Máger Ágnes zsolcai tárlatának megnyitójáról. Műsorunkban hallhatnak a Zsolcai Pókerklub megnyitásáról, és kameránk ott volt az Ovisok Lucina piacóházában, valamint a Nyugdíjas Férfi Kórus évadzáró rendezvényén is. Tartsanak velünk! Megtartotta idei utolsó ülését Felső-Zsolca város képviselőtestülete. Az ülésen az adózás mellett a közüzemi szolgáltatások jövő évi díjtételét is megállapították. Műsorunk elején hosszabb összefoglalót láthatnak majd az ülésről. December 16-án a Városháza dísztermében tartotta idei utolsó ülését Felső-Zsolca város képviselőtestülete. A meghívóban 13 napirendi pont szerepelt. Elsőként a múlt hónapban elhunyt Szark András önkormányzati képviselő helyére lépő Kemény Bélán létette le hivatali esküjét. A képviselő a Szociális Bizottság tagjaként dolgozik majd, a Pénzügyi Bizottság elnöki teendőit pedig Libárd Zoltán látja majd el. Kemény Bélán, én Marika vagyok. Hát én valóban most lettem képviselő, de én már szinte a rendszerváltás óta én ilyen aktív, mindig dolgozgattam az utcán, az emberekkel megállítottak, hogy mondd már el ezt a gyűlésen, meg szóval ilyen dolgokkal, gondokkal, bajokkal, és én eljöttem a közmeghallgatásra, tehát annyit szerepeltem, amit ott. Ez a mai nap, ez nekem nehéz volt, mert tehát úgy kerültem be képviselőnek, hogy hát igen, egy nagy tragédia útján, mert nekünk Bandi azért egy tragédia volt, hogy meghalt, és nehéz nekem. Már majdnem azt mondtam, hogy el se vállalom, és akkor sokan telefonáltak, hogy Marika, ezt nem szabad, mert ez így, az élet megy tovább, és ezt csinálni kell valakinek. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről beszámolva a polgármester elmondta, hogy végre körvonalazódni látszik az egészségház akadálymentesítési programja. Ugyanakkor a pályázati forrás 20 millió forintja mellett a beruházás 8-10 millió forintos többletköltséggel számol. A hagyományoknak megfelelően az év utolsó ülésén köszöntötték és búcsúztatták a nyugdíjban vonulókat. Az önkormányzati intézményekből Balog Imre, Balog Imréné, Kálvin Józsefné, Ködöböc Viktor, Malmos Győzőné, Mihalik Ferenc, Molnár Lászlóné, Németh István és Tóth Zoltán vonultak idén nyugdíjba. Drágulásokat hoz a 2009-es esztendő Felső-Zsolcán is. A képviselők döntöttek a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás díjának megállapításáról, az ivóvíz szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díjairól, a települési szilárd és folyékony hulladékszállítás díjáról, valamint a helyi adókról és díjtételekről is. A pontos változásokat a Zsolcai Hírmondó idei utolsó számában olvashatják majd. Ami a lakosságot érinti leginkább, illetve hát ugye a legjobban pénzszerben nyúl, azok a helyi díjtételek közül, aki igénybe vesz bizonyos önkormányzati helységeket, bérel, garást, vagy más hasonló dolgot. A lakosság nagy részét inkább a helyi adók, a lakosságra háruló része, itt a magánszemélyek kommunális adója jelent. Itt egy 1000 forintos emelést fogadott el a képviselőtestület. Ez százalékban, azt hiszem 5-6 százalékosnak minősül, most hirtelen nem is számoltam így ki. A többi esetben pedig, amit szolgáltatók által javasolt díjemelések, az ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás, szilárd hulladék szállítások a lakosságot érintő része, tehát csak a többletkukák, kéményseprépő szolgáltatások, ezek olyan 6-7 százalékos emeléseket. A víz, szennyvíznél 6, a szilárd hulladék esetében a lakosságot közvetlenül nem érinti az alapkuka, csak a többletkukáknak a díja. Már az előző testületi ülésen is elhangzott, hogy a helyi vállalkozók adóparadicsomokat keresnek, ahol nem kell helyi iparűzési adót fizetniük. Úgy tudom, hogy van is már olyan vállalkozás, amelyik elmegy innen a városból. Sikerül-e megtartani ezeket? Van-e erre lehetőség? Amint említettem a képviselőtársaimnak is, a gépjármű adó, vegyük úgy, szabályozatlansága, vagy nem teljes kidolgozottsága teszi azt lehetővé, hogy egyes fuvarozó cégek, mert alapvetően csak rájuk jellemző, az ő fuvarozó cégek közül is egy kevésre, akik a
telephelyek vagy fiók telephelyekre történő gépjármű bejelentéssel ki tudnak bújni olyan helyre történő bejelentéssel, ahol mondjuk nincs megállapítva iparőrzési adó, tehát pici települések. Itt ez alól ki tudnak bújni, és ezt megcsinálják. Tehát én úgy gondolom, hogy most ez minket nekünk ez zokon esik, avagy nem, ettől függetlenül ezt kormányzati szinten mielőbb szabályozni és pontosítani kell, mert ha nem is lehet tökéletesen az elvet tartani, mert ugye egy korábban súlyadó, most teljesítményadónak tulajdonképpen az a kivetésnek vagy a megállapításnak a lényege, hogy ha már terheli a környezetet, az utat, a levegőt, a nem tudom mit, akkor az ebből befolyó adó kerüljön arra a helyre, ahol történik a károsítás. Na hát nyilván egy gépjárműnél ez viszonylag nehéz, de azért, ahogy említettem, és igazodni kéne valamennyire, legalább elviekben azok ahhoz a jogszabályalkotói szándékhoz, amit ugye a helyi gépjármű adó törvényben megfogalmaztak. Az ülésen a kéményseprőipari közszolgáltatásról a Termoment Kft. Illetékese adott tájékoztatást. A cég november végéig a zsolcai kémények 80%-át ellenőrizte. A szakembert a Zsolca TV kamerája előtt a tapasztalataikról kérdeztük. Sajnos a tipikus hibák ugyanazok, amelyeket tavaly is feltártunk, és amelyeket tavaly is jeleztünk mind az önkormányzatnak, mind a lakóknak. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a kéményeknek a tisztító ellenőrző szerelvényei nem hozzáférhetők, azokon keresztül a kéményeket ellenőrizni nem tudjuk. Illetve további probléma az, hogy sok esetben azok a kéményfejek, amelyeket a fagy, a hó, illetve az időjárási viszonyok tönkretettek, nem javították meg a munkatársak. Ez nem csak az égéstermék elvezetés miatt okozhat problémát, hanem magát a tetőszerkezetet is tönkreteheti egy-egy ilyen lehulló féltégla, vagy éppen a betonfetkő. Kérjük és mindenkinek javasoljuk, hogy ezeket a problémákat a lehető leghamarabb szüntesse meg. Ezen kívül még egy tipikus dologra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. Elsősorban azok az érintettek, akik akár a földgázára kedvezőtlen változása miatt, akár egyéb okból kifolyólag valamilyen alternatív tüzelési megoldást helyeztek üzembe ingatlanukban. Gondolok itt arra, hogy egy-egy szoba fűtésére alkalmas cserépkályhát, kandallót, esetleg egy dobkályhát szereltek be, és egy meglévő kéményt vettek újból használatba. Munkatársaimnak az a tapasztalata, hogy sok esetben ezek a kémények, éppen azért, mert éveken keresztül nem használták őket, leromlott állagúak, égéstermék elvezetésben sok esetben alkalmatlanok. Ez csak tetézi az a esetleg korábban már megtett nyilászáró korszerűsítés vagy csere, amelynek során légtömören záró nyilászárók kerültek beépítésre, így ezeknek a tüzelőberendezéseknek az égés levegő ellátása sem megoldott. Tehát még egy olyan veszélyhelyzet áll elő, ami mindenképpen ezeknek a tüzelőberendezéseknek a használatát komolyan veszélyezteti. Mindenképpen javasoljuk, hogy szakember bevonásával oldják meg ezeket a problémákat. Épületgépészekkel, tervezőkkel egyeztetve meg lehet találni azokat az épületgépészeti eszközöket, amely beépítésével a probléma megoldható. Hogy egy egyszerű megoldást mondjak ilyen esetekben, a nyilászárókra felszerelhetők olyan légbevezető szerelvények, amelyek megfelelő méretezés és megfelelő termékválasztás után tulajdonképpen biztosítani fogják azt a plusz levegő mennyiséget, amelyek ezen tüzelőberendezések biztonságos használatához szükségesek. A képviselőtestület ma döntött a kéményseprőipari tevékenység és szolgáltatás díjának megállapításáról is. Mennyivel drágul ez a jövő esztendőben? 7,5%-kal emelkednek a kéményseprő díjak. Hogy ez mit jelent a valóságban, egy gyors számítás alapján azt mondhatom önöknek, hogy kéményenként és éves szinten körülbelül bruttó 100 forinttal növekednek a díjaink. A képviselőtestület elfogadta a jövő évi, vagyis a 2009-es munkatervét. Ebbe bekerült a trianoni békeszerződés évfordulójáról való megemlékezés is, amit június 4-én az Összetartozás Emlékpark kopjafáinál tartanak majd. Jövőre a Miskolci Közterület felügyelet munkatársaival már Zsolcán is találkozhatunk majd. Az erről szóló társulási megállapodást több képviselő is üdvözölte, bár az is elhangzott, hogy elsődleges céljuk nem a büntetés, hanem a megelőzés és a rendbetartása lesz Felső Zsolcán. A képviselők elfogadták a város úthálózatának forgalomszabályozási tervét is. A maratoni hosszúságú 4 órás ülés végén a képviselők a 70 millió forintos költségvetési hiány feltöltéséről is döntöttek, két rossz közül a kisebbik rosszat választva. 130 millió körüli hiányt terveztünk be, és ezen túlmenően pedig
pontosabban a költségvetés bevétel oldalában szerepelte 84 millió forint körül tőkejellegű bevételnek a terve is, ami nem teljesült. Ezek a gyakorlatilag építési telkek megmaradó részének a márbevétele, illetve az ipari parkban lévő ipartelkeknek a elmaradt bevétele. Tehát ha az, hogy összességében a hiányunk csak 70 millió forint, akkor az a bevételek más erő történő teljesítését jelenti, illetve a kiadási oldalnak a szigorú gazdálkodását, illetve ott a spórolást. A betervezett 70 millió forintos hiányt a költségvetés készítésekor már úgy kalkuláltuk, hogy azt a rulírozó hitelből fogjuk teljesíteni, ami a december 31-jel rövid lejáratú hiteli módosul önmagától, és hát ugye ennek a feltételei mindenképpen sokkal keményebbek, mint amit a kötvény, az egy hitel típus, a kötvénynél ez várható. A képviselőtestület azért döntött most úgy, hogy átmenetileg, a szándéka szerint legalábbis átmenetileg ezt a december 31-én fellévő hiányt a kötvény összegéből teszi, vagy bocsátja a költségvetési számla rendelkezésére, mert ezzel egy pénzügyi szempontból jobb kondíciókat teremthetünk a következő év első negyedévére, addig, amíg ugye a saját bevételénk ugye nem nagyon jönnek be. A testület legközelebb már csak az új esztendőben 2009-ben ülésezik majd. Máger Ágnest alig ha kell bemutatni a felsőzsolcai műértő közönségnek. Az ismert és elismert festőművész legújabb tárlata a Duna TV székháza után a felsőzsolcai Bárcai Kastély földszinti kiállítótermében látható. A kiállítás megnyitóján a felsőzsolca TV kamerája is ott volt, a képek jövő év tavaszáig láthatók városunkban. Fúdik a színekben és a fényekben, őrzi a hagyományokat, miközben a modernitás sugallja. Ilyenek Máger Ágnes festményei. A kortárs magyar festőművészet ismert alakja a 70-es évek óta alkott Miskolcon, de mint a kiállítás megnyitón is fogalmazott, Felső Zsolcára mindig hazajön. Valóban hazajöttem, megnyitón is elhangzott, hogy már Zsolcának én dolgoztam, megfestettem az Orcsai csatár, és kijárok a sajóparti estékre. Úgyhogy egy kicsit úgy érzem, amikor idejövök, hogy mindig olyan lelkemnek szóló események történnek. Tehát valóban úgy érzem, hogy ide hazajöttem. A festőművészt itthon és külföldön nem csak a könnyed festőiséggel előadott alkotásairól ismerheti a képzőművészet iránt érdeklődő közönség, hanem színházi jelmezés díszletterveiről, egyházművészeti alkotásairól is. A zsolcai tárlat több év alkotását gyűjti csokorba a falakon. 2006-ban volt a galériában, Miskolci galériában egy nagy kiállításom, arra készültek, de a felek az új kép, és az erre az alkalomra készült. És a Duna Televízióban volt kiállításom, oda is dolgoztam, és ide is Zsolcára is. Máger Ágnes képei szellemi kalantúrára invitálnak. Kalantúrára, ahol értelem és érzelem egyaránt szerepet kap, és ahol a cél a túlélés. Túlélni a globalizációt, átmenteni valamit a 21. században mindabból, ami emberré teszi az embert. Máger Ágnes vállalja a kihívást, s ha csatlakozunk hozzá, készséggel lesz a szellemi kalantúra vezetője, ecsettel, színekkel és a benne rejlő tiszta szellemi erővel. Egy látomásos virág tulajdonképpen, amit én próbálok megfesteni. Úgy gondolom, felhasználom az irodalmi élményeimet, van benne egy kis szürrealista
beütés is, és vannak benne kicsit mesebeli figurák, de ez a mesebeliség, ezt nem szó szerint kell érteni, nem idézetek ezek, hanem költött figurák, így mondanám. Hoztam tájképeket is, hoztam szakrális képeket is, tehát kiki megtalálhatja azt, ami neki kedves. A világ globalizációja a művészetet is érintette, tehát a mindenféle művészeti ágat, zenét, irodalmat és képzőművészetet is, és aki ebben a globális világban nem áll bele, az előbb-utóbb szembe kell, hogy menjen vele. Na most ezt én felvállaltam, és nem is óhajtok ebben részt venni, ami most a világban folyik. Én még szeretnék gondolatokat kifejezni, és szeretném, hogyha az emberek a képeimet tovább tudnák gondolni, és közönségem megtalálná azt, ami neki kedves az én képeimben. Könnyen festek, nem nehezen festek, és hálát adok mindig a sorsnak, hogy ilyen kezet adott nekem. Valaki egy képbe csak annyit lát, hogy ott van két bohóc, az éppen elég nagy tragédia. Az én képeimhez kell egyfajta műveltség, kell egyfajta olvasottság ahhoz, hogy mitológikus képeket vagy a bibliai képeket megértsék, vagy pedig a opera által inspirált például a Valkürök című képet megértsék, mert aki nem tudja, hogy az Valkürök mi, annak az a kép semmit nem fog mondani. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az világ, az én festői világom nem egy szájbarágos világ, itt kell egyfajta műveltség, és gondolkodni kell a képeken. Ismét szponzori este búcsúztatta az idei esztendőt városunk férfi népdalkórusa. A két évtizedes fennállása alatt határainkon innen és túl egyaránt sikeresen szereplő kórus mozgalmas évet tudhatott maga mögött. Erről, a magyar dalok szeretetéről, a több évtizedes barátságokról és a magyarság megőrzéséről is szó esett évvégi rendezvényükön, ahová Zsolt a TV kameráját is meghívták. Kedves gesztusként városunk női kórusa, a Rozmaringos Hölgykoszorú dallal köszöntötte a Zsolcai Férfi Kórus szponzori estjének vendégeit. Az évről évre visszatérő rendezvény egyfajta évadzáró is a kórus életében. A támogatók és a barátok jönnek el ilyenkor egy vacsorára, határainkon innen és túlról. Az alapító tag, Fehér Bandi bátyám, az nekem régóta, mondhatom, hogy jó barátom. A MÁV igazgatóságban kollégák voltunk.
csak ő mint idősebb, korábban maradt nyugdíjban, de azóta is tartjuk a kapcsolatot. Nagyon szeretem egyébként az énekart, a programjukat, az embereket, a tagjait. Éppen ezért, amíg hajóztam a Tiszán 12 éven keresztül, több alkalommal meghívtam a társaságot, az énekkar tagjait egy-egy szép hajótórára, egy hajókirándulásra. Aztán volt rá példa, amikor még a halászcsárdába is megizlelhették a tiszacsegei híres halászlét. És ott is énekeltek persze egész úton, amikor nem csak ők voltak a fedélzeten, hanem a nagy közönség a világ minden részéből, akkor igen-igen jó szórakozott a többi közönség is mellettük. Persze hozzá kell tennem azt is, hogy felkészültek mindig úgy egyébként is demizsonokkal, ilyen kis marmonkannákkal, finomabb, de finomabb borokkal, hogy még jobb legyen a hangulat. De sikerült is mindig fantasztikus hangulatot teremteni. Hát aztán amíg Isten éltet, addig el tudok jönni, mindig szívesen teszek eleget ennek a kedves meghívásnak. Öröm számomra az, hogy újra üdvözölhetjük egymást itt valamennyien régi kedves ismerősök, jó barátok. Hál' Istennek, hogy minden évben itt tudok lenni, és nagy-nagy öröm számunkra, hogy Fehér Bandi bácsi nem feledkezik meg a Felvidékről, és meghív bennünket is, kiskövesdieket, most egy kisebb létszámban, hárman jöttünk, de nagy-nagy szeretettel érkeztünk ide hozzátok. Most, amikor a szlovák-magyar konfliktus felerősödni látszik, akkor ez érződik ezekben a kapcsolatokban? Egyáltalán nem, ez teljesen kívül áll rajtunk. Én azt hiszem, hogy emberek maradjunk, és ez a lényeg. Nyugdíjas férfi népdalkör hagyománya, hogy évente egyszer a ponzorait meghívja. Hagyomány most már az is, hogy nevesebb baráti kórusokat is meghív, mint a Homrok, és most meghívta a Rozmarin népdalkört is. Részben egy kicsit kikapcsolódunk, megbeszélgessük magunkba egymás között, hogy hogyan legyen jövőre, és emlékezünk az évre. Mozgalmas nekünk minden esztendő, mert hát igyekszünk olybá tenni a dolgunkat, hogy valamit produkáljunk is, ne csak haszontalanul töltsük el az estéinket, a napjainkat. Egyekeztünk itt, idehaza minden rendezvényen részt vettünk, ahol minden meghívás és felkérés nélkül, külföldre pedig, ahol meghívást kaptunk. Nagyon szívesen jártunk a kedvenc kórusainkhoz, eredményeséget énekelgettünk, de különösen határon túlra nagyon szívesen mentünk, vittük a drága szép magyar dalainkat, és arra biztatva őket, hogy ne felejtsék el ezt a szép magyar dalt. Sok más városban, így Felsőzsolcán is az amatőr népdalkörök, együttesek a közösségi élet fontos színterét jelentik. A hagyományápolás éllovasai ők, akik a magyar kultúra ápolásában múlhatatlan érdemeket szereztek már eddig is. Én úgy érzem, a hagyomány legfontosabb eszköze a kultúra megőrzésének. Tehát ahhoz, hogy a kultúrát ápoljuk, mindenképpen a hagyományainkat kell ápolni. A férfi népdalkórus ebben élen jár, hiszen ez a kórus a kezdetétől célul tűzte ki a népdalok és a hagyományok megőrzését, és ebben Felsőzsolcán úttörő szerepet vállal, és úgy érzem, az elmúlt években nagyon sokat tett ezért. Minden olyan rendezvényen, ami Felsőzsolcán ünnepi rendezvény, fellép a kórus, és messze viszi Zsolca hírnevét,
nem csak a megyében, hanem szinte az egész országban, de a határainkon túl is. Őrzi a hagyományokat. A néphagyomány őrzése pedig igen fontos feladatunk kellene, hogy legyen. Nem csak ennek a kórusnak, hanem másoknak is. Színjátszóknak, mint ahogy őrzi a hagyományt azért a tánckar is, hát ugyanúgy kellene más tekintetben is megőrizni. Nagyon jó lenne, hogy az alapoknál kezdenénk ezt a megőrzést, hogy ne ilyen időskorú emberek énekeljenek csak, és a nagylányok, hogy mondjam így, mint a nagylányok, hanem a fiatalok is egyre többen jelentkeznének, és hát együtt énekelnének az idősekkel. Ritka az ilyen férfi kórus, az is ritkaság, hogy ilyen idős emberek, általában idősek énekelgetnek a kórusokba, de hogy ezeket így folyamatosan összetartani, és az elmúlt 20 év alatt mindig ilyen 20-25 közötti létszámmal működött a kórus. És hát egyéb közösségekkel együtt, akár a Rosmaring, vagy a Néptánc Együttes, ha csak a folkló területét érintem, és mindenképpen színesíti, gazdagítják a város életét, és hát a közösségeknek a létjogosultságát azért csak hirdetik. Valamilyen értéket őriz, és eközben pedig egy közösséget összekovácsol. Talán így tudnám tömören összefoglalni, hogy ezért fontos. Itt pedig Felsőzsolcán, én úgy látom, én nem vagyok felsőzsolcai, de Felsőzsolcai Ipari Parkban dolgozunk, és a kapcsolatunk egyre erősebb a várossal. Egyre többször hívnak meg ilyen hagyományőrző vagy emlékhelyek avatására, és ez annyira tetszik nekünk, hogy én azt gondolom, hogy máshol is, más városokban is ezt kellene követni. Népdalkultúránk igen sokat jelent, hiszen a dalban kifejezte az ember minden érzelmét, örömét, bánatát, szomorúságát. Most a magyar ember azt mondják, hogy sírva vigad, és akkor is vigad, hogyha sír. Tehát, és ezt megőrizni az embernek, a jó kedvet, a hangulatot igen fontos kellene, hogy legyen. Nem mindig csak szomorkodni, belefelé fordulni, és töprengeni azon, hogy jaj, 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 jaj. Nem sírni kell. Énekeljünk együtt, és ha együtt énekelünk, akkor abban több rejlik. Tiboldaroton elértük a legmagasabb kitüntetést, ami magyar nótában, magyar dalban elérhető. Hát az egy ilyen aranypálma díj, az egy külön kitüntetés. De nagyon büszkék vagyunk ám arra is, hogy nívódiasok is lettünk. Az a nívódíj pedig már a nemzetközi szinten is elismert, és ebben az országban úgy tudom, hogy még nem igen van nívódias kórus rajtunk kívül. És erre mi nagyon büszkék vagyunk, hála Istennek, most már a létszámunk is megnövekedett, és bízok abban, hogy ez együtt is fog maradni, és még több és nagyobb sikereket fogunk az énekkarral Felsőzsolca színeire büszkén viselni. És kérni fogjuk körülöttünk lévő felvidéki magyarokat, hogy ne hallgassanak a rossz hírekre.
maradjanak magyarok. Ott nőttünk fel, csak magyarul beszélgetünk, és én azt hiszem, hogy nagyon erősnek kell ott lenni, hogy az ember ezeket a nyomásokat, amelyek jelenleg a szlovák parlamentből éreződhetnek ránk felénk, azokat, hogy le tudjuk küzdeni, és ez csak úgy lehet, ha az ember gerinces és magyar marad. Annak érdekében, hogy tényleg eredményes legyen ami biztatásunk, hogy tényleg maradjunk meg magyarnak lenni. Hát arra kérem az ország dalosait, magát, a nem csak dalosokat, hogy szívlejék meg ezt a drága szép dalt. Szálljon a dal, a magyar dal, szálljon, törjön ég felé, szálljon édes áhítattal, szálljon az Isten elé. Szép az alkért, jó anyákért, vérrel szentelt hantokért, szép erdélyért, Kárpátokért, bujdosó magyarokért. De szép ányal beszélgettem a Mondhatni már hagyomány a hagyományápolás az AMK Platida óvodájában. A Boncsér Gábor és népzenész barátai által szervezett játszóházak régi korok magyar népszokásait elevenítették fel a legkisebbeknek. Így tették ezt december közepén is, amikor is a lucanapi népszokásokat, dalokat és játékokat vitték el az óvisoknak. Ismét hagyományőrző játszóházá alakult át a Platida óvoda aulája. A népzenészek ezúttal a lucanapjához kötődő néphagyományokat ismertették meg a kicsikkel. A zenék és a táncok mellett közös éneklés és játék is színesítette a programot. A Gergely naptár előtti időkben lucanapja volt az év legrövidebb napja, éjszakája pedig az év leghosszabb éjszakája, s mint ilyet természetesen gonosz járó napként tartották számon. A magyar néphitben luca egyáltalán nem hasonlít Szent Lúcia alakjára. Nálunk luca kísértetszerű vagy boszorkány. Akkor nekünk is kéne készíteni egy luca széket. Azt gondolom, hogy az értékek megmaradnak, ha talán visszaadni most még nem is tudják, de hogy bennük megteremti a szükséges, fontos lépést ahhoz, hogy ezt ők is szeressék és ápolni tudják majd valamikor, arra biztos, hogy jó lesz. Mint az összes névszokás kikopóban van, így a lucanap is, de szerencsére azért a lucaszékről mindenhol, tehát szinte minden óvodában, iskolában a lucaszékről hallották, annak a jelentőségét is tudják, vagy ha nem is pontosan, de valami néhány gondolatot tudnak ehhez fűzni. És a lucaszéken kívül azt gondolom, hogy más nem nagyon terjedt el a köztudatba. Néhány dalt azért próbálunk közösen is gyakorolni a gyerekekkel, amit meg tudnak tanulni, mint például a Luca-Luca kikkotty, azt közösen szoktuk ezeken a rendezvényeken mindig énekelni. Egy kicsit tudták azért még ők is a mai napon is ezt.
Attól érdekes ez a Luca nap, hogy ez egy tipikusan olyan ünnep, amikor a keresztény kultúrából megtanult elemek, és a kereszténység előtt megtanult hitvilágunkból hozott elemek keverednek, és nagyon jól megjelennek itt a Luca napján. Ugye pont a Luca széknek azt mindenki tudja, hogy jelentősége, hogy felismerni a gonoszt, és el távol tartani magunktól, és hát advent idejében egyébként is ugye a testi-lelki megtisztulás a cél az egyház tükrében, hát mi más ez a gonosz előzése, hogyha nem a lelki megtisztulásnak egy jelképe. Ilyenkor ültették el az úgynevezett Luca búzát is, ami később mágikus erejű lett. Naponta kellett öntözni a tányérba, pohárba cserébe tett búzát, és az karácsonyra kizöldelt. A gyerekek a csoportszobákban apró műanyag poharakba ültették a búza szemeket. Évadzáró rendezvényére várja tagjait és a történelem iránt érdeklődő közönséget december 18-án a Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság. Az idei utolsó rendezvényükön a hazánkban is működő titkos társaságok a Szabadkő művesség történetét ismerheti meg a közönség. A hangos meghívót a társaság elnöke nyújtja át. 2008. december 18-án 17 órakor a Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság záró foglalkozását tartja a Bárcai Kastélyban. Esztári János közművelődési munkatárs tart előadást a Szabadkő művesség magyarországi történetéről. Minden érdeklődő szeretettel várunk. A májusban átadott rendezvények házában a héten megnyitotta kapuit a büfé és az ahhoz kapcsolódó európai szinten felszerelt pókerszalon. A tagsági rendszerrel működő pókerklubban 5 asztal mellett akár 50-60 játékos is kártyázhat egy időben. A klub a hazánkban is egyre népszerűbb kártyajáték észak-magyarországi fellegvára kíván lenni, hiszen Miskolcon is 2-3 kisebb pókerklub működik. A kártyaasztalok mellett nemzetközi kiválóságokat és amatőr játékosokat is láthat majd a közönség. A játék oktatása mellett amatőr bajnokságokat is rendeznek majd az asztaloknál, amelyekhez külföldi és hazai versenyeket is nyert játékosokat várnak majd. Mai adásunknak ezzel a végére értünk a város és a térség eseményeinek, híreinek összefoglalójával. A Közelkép újabb adásával egy hét múlva várjuk Önöket a képernyők elé. Jövő heti adásunkban beszámolunk a Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság rendezvényéről, az iskolások karácsonyi koncertjéről és a rock karácsonyról is. A mai műsor ismétléseinek időpontját megtalálják a képújság oldalainkon. Friss híreket az országról és a világról, benne pedig Felső Zsolcáról, televíziónk internetes weboldalán a www.zsolcatv.hu-n olvashatnak. A műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra! Megjelent Illényi Katica legújabb DVD-je. Tavaszi koncert a Zeneakadémián címmel. Tavaszi dallamok egész évre, műfajok és határok nélkül. Illényi Katica új DVD-je már kapható a boltokban.